Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy özvegyasszony, s annak egy Mihók nevű, boldogtalan fia. Azt mondja Mihók egyszer az édesanyjának. Édesanyókám, házasodhatnám. Kit vennél, édes Mihókom? Ilókot, édesanyókám. Ha elégy, fiam, kéresd meg! Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet, megunta a kezébe tartani, és beleszúrta egy szignás szekérbe. Amint hazaért, keresi a szekérben a tűt, de sehol sem lelte. Hazament üres kézzel. Hol voltál, fiam? Ilók, ne édesanyókám! Mi, kit vittél neki? Nem vittem semmit, adtak. Mit adta? Egy tűt. Na, hadd lássam. Egy szekér szénába szúrtam, és nem lelem sehol benne. Jaj, fiam, nem jól tetted. A csákodba kellett volna szúrni. Márszor úgy teszem. Megint azt mondja az anyjának. Édesanyókám, házasodhatnám. Kit vennéd el, fiam? Ilókot, édesanyókám. Na, erígy, fiam, kéresd meg. Mihók elmegy lányézni, és kap ajándékba egy fejszét. Hazamenet a csákójába szúrja. De a fejsze nem szerette ott. Hol jobbra, hol balra lógott, még a fejét is összekaszabolta. Mihók megrestelte a dolgot, és eldobta a sárba. Hol voltál, fia? Ilók, na édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem, adtak. Mit adta? Fejszét. Na, hadd lássam. A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, elhajtottam. Jaj, fiam, nem jól tetted. A válladra kellett volna venned, úgy hoznod haza. Másszor úgy teszek. Megint elkezdi Mihók. Édesanyám, házasodnám. Kit vennéd, fiam? Ilókot, édesanyókám. Na, Erik, fiam, kéresd meg. Elmegy Mihók a lányosházhoz, kap ajándékba egy kis kutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett ez a hely. Minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott, míg mardosni kezdte a vállát is. Mihóknak fájt, eldobta. Hogy voltál, fiam? Ilok, ne édesanyókám. Hát mit vittél neki? Nem vittem semmit, adtak. Hát mit adtak? Kiskutyát. Na, hadd lássam. A vállamra vetettem, de marta, eleresztettem. Jaj, fiam, nem jól tetted. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után hoznod, és szólongatnod, hogy kucó, kucó. Máskor úgy teszek. Aztán megint elkezdi. Édesanyám, házasodhatnám. Kit vennél el, fiam? Ilókot, édesanyókám. Na, eredj, fiam, kérezd meg. Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó, erős madzagot köt rá, maga után vonszolja ballag hazafele, s mind untalan szólítgatja. Kucó, kucó! A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, s amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve. Ha, hol voltál, fiam? Ilok, de édesanyókám! Mit vittél neki? Nem vittem. Adtak egy darab szalonnát eszni? Jaj, hisz ez csak az állacsontja. Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák. Jaj, fiam, hát nem jól tetted. A hátadra kellett volna venned, hazahoznod, fel a házba, fel kellett volna tenned a füstre. Másszor úgy teszek. Aztán újra kezdi. Édesanyukám, házasodhatnám. Hát itt vennél el, fiam. Illókot, édesanyukám. Nem, elegy, fiam, és kérdezd meg. Mihók ismét maga ment a lányosházhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálózott, nagy nehezen hazavitte. Otthon felvonszolta a padlásra, és feltette a füstre. Hol voltál, fiam? Ilokta, édesanyukám. Hát mit vittél neki? Nem vittem, adtak egy borjút. Hol van, hát nem látom. Hazahoztam a hátamon, felakasztottam a füstre. Jaj, édes fiam, hát nem jól tettél. Gyengén kellett volna körültekerni a nyakát egy kötéllel, szépen hazavezetni, a pajtába a jászol elébe kötni, és szénát vetni elébe. Másszor így teszek. Aztán megint kezdi. Édesanyukám, házasat adnám. Kit vennél el, fiam? Ilókot, édesanyukám. Na, eredj, fiam, kéresd meg. Mihók elmegy, és odaadják neki a lát. Mihó kötelet vett Ilók nyakába, vezeti hazafele, szólítgatja. Ne bocsikám, ne! Hazaérve, beköti a pajtába, színátvetelébe, aztán bereteszeli az ajtót, és bemegy a házba. Hol voltál, fiam? Ilók, ne édesanyókám! Hát mit vittél neki? Nem vittem, adtak. Mit adtak? Ilókot. Jaj, hát hol van? Békítettem a pajtából. Jaj, fiam, hát nem jól tetted. El egy hamar cirogass meg, vesd szép szeneket rá, és hozd be a házba. Mihók el is ment mindjárt. A háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét.
A pajtába ment, megciókálta Ilókot, és rávetette a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele, és hazaszaladt. Azalatt a násznyék összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, és elvitte haza Mihókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Mihókot és Ilókot a pajtapadlására, és lefektették a színába. Ilóknak nem volt kedvére a nyoszúja. Azon járt az esze, hogyan tud elillanni, és valami szín alatt lekérezkedett. Mihók nem hitt neki, és egy hosszú zsinort kötött a nagy lábujkájára, úgy eresztette le. Amint Ilók kint volt az udvaron, lebogozta a zsinort, és rákötötte egy kecske lábára, és elillant haza. Mihók csak várta. Kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinort. A kecske a rángatásra meghegett. Mihók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajtapadlására, hogy lássa, mi baj van. Hol van Ilók, fiam? Oda le, megkecskésedett, édesanyukám. Hogy kecskésedett volna? Zsinort kötöttem a lábára, most húzom fel, de nem felel, csak meghegek. Az anyja a zsinort tapogatva megkapta a kecskét, és észrevette, hogy hány hét a világ. Megint elmentek a menyasszony után, kibékítették nagy bajjal, egybekeltek, s máig is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el élet!